Gombostűt sem lehetett leejteni az atomerőmű SS sportcsarnokának padlójára a hétvégén rendezett regionális bajnokság és játékos vetélkedőn. Az eseményen ugyanis több mint 400 cselgáncsozó mérettette meg magát. Azért jövünk ennyien össze, mert hozzánk szívesen jönnek, mert nagy szőnyeg felület, nagy csarnok, remélem, hogy szervezettség. Itt most egy új informatikai rendszert próbálunk ki, ami országosan Braun Ákos nevéhez fog kötődni, hogy mindenhol ezt vezetik be, mi ezt már régóta műveljük, most éppen oktatás is van, tehát lehetett jelentkezni, hogy ezt, amit mi csinálunk, megtanulják, betanulják. Az informatikai rendszernek köszönhetően az eredményeket és a párosításokat másodpercre pontosan követhették az érdeklődők a csarnokban felállított kivetítőkön. Az információs sztráda ezúttal is kifogástalanul működött, mely számos paksi győzelmet közölt. 40 körüli indulónk van, azt hiszem, ebben a négy korosztályban. Ugye most már megrendezzük a diákcia alatti, tehát a fiatalabbaknak is, úgyhogy van egy-két ifjú titán, akiket szintén harcba állítunk. Hát nem tudjuk, mert azért elég jól mozogtak így az évelei országos versenyeken, úgyhogy szerintem nem akarok tippelni, tudod, babonából se, de jó pár éremre számítunk. Mindig szoktunk egymásnak szurkolni, tehát amikor valaki van a szőnyegen, akkor mindig valaki oda megy és buzdítja a másikat. Hát minden egyes verseny előtt szoktunk készülni, és akkor tehát csapatosan, tehát mindenki, aki versenyzik, mert aki nem versenyzik, az is készülni szokott edzésen. Ilyenkor kicsit keményebbek az edzések, mint általában. Az atomerőmű ESE versenyzői remekül teljesítettek a hazai rendezésű versenyen, a piros-kék klub sportolói 26 érmet szereztek. A legfényesebb medáliából 6, ezüstéremből köztük Pásztor Barbaráéval összesen 5, míg bronzéremből 15 került a paksi dzsúriósok nyakába.